Sziasztok, Laci vagyok. Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy milyen szempontokat célszerű szem előtt tartani, hogyha szeretnél egy olyan készüléket vásárolni, amivel játszani is tudsz a későbbiekben. Következenek hát a gamer notebookok. Az első, amit ajánlanék, a Zasus ROG szériájából egy GL502-es készülék. Ez már ugye az újabb dizájn kapta meg, mint láthatjuk, szálcsiszolt alumínium fedlappal, illetve ezek a motivumok rajta világítanak, hogyha bekapcsoltuk. Az összes ilyen készülék HQ-s, tehát fizikailag 4 magos nagy teljesítményű processzorral jön, legalább 8 GB memóriával, illetve választhatjuk olyan kombinációban, amiben van SSD, illetve HDD is, tehát nem kell lemondanunk sem a gyors rendszerindításról, sem a tárhelyről. Természetesen kapott billentyűzet háttérvilágítást is. A következő készülék, amit ajánlanék, az egy nagyon friss széria. A Lenovo-nak az Y520-as készülékéről van szó, ez ugye más néven Legion névre is hallgat. Amit tudni kell róla, és ami igazán érdekessé teszi, az az, hogy ebben a videókártya az már 10-es szériával van. Ez itt a kezemben konkrétan egy GTX 1050 videókártyával van szerelve. Ez a készülék nagyon jó árértékarányjal bír, 250 ezer forint környékén indul. Erről a készülékünkről láthattak egy bővebb termékbemutatót a YouTube csatornánkon. Ugye, mint a legtöbb gamer notebook, ez is szintén HQ-s processzorokkal, tehát fizikailag 4 magas nagy teljesítményű processzorokkal kapható, i5, illetve i7-es változatban is, illetve amit érdemes erről a készülékről tudni, hogy IPS kijelzővel szerelték. Ezeknél a készülékeknél eléggé nehéz hátrányról beszélni, ugye mivel felső kategóriás gamer készülékekről van szó. Az egyetlen, amit mondjuk megemlíthetek, hogy természetesen egy új processzorral szemben ezeknek a processzoroknak sokkal nagyobb az energiaigénye, így hát az akkumulátor üzemidő természetesen kevesebb. Egy GL502-es Asusnál esetleg azt még fel tudom hozni pozitívumnak, hogy rendelkezik szervizablakkal, tehát hogyha később évben szeretnéd a készüléket bővíteni, memóriával vagy akár SSD-t cserélnél, ezt megteheted garanciavesztés nélkül. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, kommenteket és hozzászólásokat pedig várjuk a videó alá.